Forrás Rádió. Mindig veled. 3 perccel vagyunk 8:45 előtt, és azt ígértük ugye, hogy ma reggel vendégünk érkezik, nagyon jó kis élménybeszámolóval, és rögtön gratulálunk is kell a 16 éves Désvári Lilinek, aki már itt is van velünk a stúdióban. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Először is köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni anyukámat, remélem nem maradt le így erről a reggeli interjúról. Hallgatja otthon a készüléknél? Hát most megy dolgozni, de remélem, hogy hallja végül. Na, akkor üdvözöljük nagyon nagy pacsi anyukának is. Hát biztos, hogy nyomon kíséri, igen, minden egyes lépésedet, büszke is lehet rád, mi is azok vagyunk. Köszönöm. Koperban jártál most, Szlovéniában. Igen. Egy nagyon komoly, milyen verseny zajlott már? A fitness és a testépítés, ugye, ami fókuszba kerül most. Ez egy tini amatőr, illetve egy pro olimpia volt, és hát nagyon izgatott voltam. Én 5 kategóriában indultam, vagyis hát pontosabban 4-ben, de volt egy kategória, aminek 2 fordulója volt. Uh-huh. Ugye én főként a tini amatőr kategóriára mentem, de volt szerencsém indulni a sportmodell kategóriában, illetve a magasmodell kategóriában is. És ugye itt a testépítés azért, na, Tatabányán is volt, láttam már erre példát, hogy itt is egy nagyon komoly rendezvény volt. Én már testépítő versenyen, szigorúan újságíróként. Nagyon reméltem, hogy ez lesz a mondat azért, vége, na, azért, na. Mert nagyon hihetetlennek tűnt volna, ha másképp fejezed be. Én voltam az anti-fitness kategóriát. Nála is testépítés van, csak testleépítés. Aha. Tehát, hogy ő pont az elkezdőjét csinálja. Szóval, hogy nagyjából látjuk, hogy ez hogyan néz ki, de azért annyira szakmailag mi nem vagyunk benne. Nyilván az sem mindegy, hogy hogyan állsz neki a testépítésnek. Ugye itt ennek nagyon komoly, fontos szabályai vannak. Nálad ez hol kezdődött? Mert tényleg 16 éves vagy, és már most ilyen szép sikereket könyvelhetsz el. Nyilván ennek voltak előzményei, hogy ide kerülsz. Hát mindig is szerettem mozogni, és igazából még annyira, tehát így még annyira nem mentem ugye így bele a testépítésbe, de nagyon szeretném ugye fejleszteni magam, szeretnék izmosodni. Hát kb. Úgy fél éve edzek úgy rendszeresen, és ezt szeretném továbbra is ugye folytatni. Kb. Úgy, figyelted, Roland, fél éve edzek úgy rendszeresen, aztán hazajön Koperből úgy, hogy egy második helyezést értél el, ugye ez? Igen. Egy világkupa, ugye? Jól mondjuk? Igen, igen. Csak, hogy tehát el lehet érni sikerek, Roland, ez még mindig ad reményt, némi reményt neked is. Ha fél év után gyerekek, én bárhol egy lakótelepi versenyen is díjat kapnék, lehet, nekem az megérni. Kicsit többet kéne melóznod, mondjuk, mint a Lilinek, de hogy ebbe tényleg bele kell pakolni rendesen, nem sokára egyébként Évivel is beszélünk majd a te edződel, aki felkészített. Nyilván ebben kell segítség. De akkor gondolom, itt elkezdődött valami, gondolom elég nagy lendületet kaptál ettől a versenytől. És az érdekelne egyébként, bocsánat, hogy honnan jött a motiváció? Tehát, hogy ennyire fiatalon azért ehhez a sporthoz, azt még így laikusként is tudom, hogy mocsok nagy elszántság és kitartás kell, és céltudatosság. Hát ez egy elég spontán ötlet volt igazából, de tök örültem, hogy kipróbáltam magamat ebben a sportban. Ugye próbáltam azért elkerülni így a cukrot, meg így próbáltam egészségesen is enni, mert nagyon kevés időm volt felkészülni, kb. 2 hét, és igazából... Figyelj, te közben tanulsz, tehát hogy az iskola mellett végzed ugye ezt a tevékenységet, nyilván 16 évesen iskola köteles is vagy ráadásul, tehát nem nagyon tehetsz mást, de hogy mennyire fért akkor ez így bele a mindennapjaidba, mert gondolom azért ez több órát is elvesz akár egy-egy nap. Hát igen, próbáltam minden nap edzeni, ugye... Meg ugye így hajtok arra is, hogy kitűnő legyek, szóval így néha eléggé így túlterhelem magam, de igazából tökre bírható, szóval megéri. Azt elhiszem főleg, hogyha ilyen szép eredménye lesz ennek a dolognak. De akkor mondhatjuk, hogy most itt tényleg elkezdődött valami, tehát rögtön belecsaptál a lecsóba, és akkor ez már motivált téged ahhoz, hogy akkor mondjuk a következő versenyeken elindul, mert lesznek következő igen, versenyek. Igen, nagyon jól éreztem magamat, és szeretném mindenképpen folytatni ezt. 5-én a Predatoron indulok is, ami Bábolnán kerül megrendezésre, illetve, hogyha minden jól megy, akkor 12-én Romániába is indulni fogok. Na tessék, mi a nemzetközi Predator. Igen, mert van valaki, aki Predatornak be is öltözik egyébként, tényleg. Jól láttam a képeket? Igen. Van, létezik. Igen, kiskoromban volt lehetőségem egy csomón ott lenni, mert ugye... Kiskoromban? Évjég, 16 évesen vagy kiskoromban. Rendezték, aztán a volt osztálytársam ugye az Évi lányával így mindig ott segédkeztünk, és nagyon jó volt, már akkor is így beleláttunk azért, hogy hogyan zajlanak a versenyek, meg mindig így régen viccelődtünk azzal, hogy majd mi is indulunk egyszer. Szóval így nem gondoltam volna. Minden viccnek a fele igaz? Igen. Aztán tessék, most meg ott állsz ugye ezeken a versenyeken. Na már most szokták ugye emlegetni ezekkel a versenyekkel kapcsolatban,
hogy tényleg nagyon oda kell figyelni, azt az egészséges határt azért ne lép túl, mert hogy könnyen bele lehet csúszni például itt akár a diéta kapcsán, vagy akár a versenyre való felkészülés kapcsán már az egészségtelenségbe, de gondolom, akkor ez nálad nem áll fent, ti erre nagyon-nagyon figyeltek. Nézd meg, ez Zoli közben egyébként, ja, hát majd drága hallgatók visszanézhetik, mert videó is készül, és nem tudom, meg tudjuk-e mutatni, be van őt, az a Predator jelmez, az a Halloween bulinkra, az mekkora állat lenne? Nem kaphatod kölcsön, mert nem is így nézel ki, mint az a fickó, aki ezt szólja. Hát, hogy kicsit másként élenik a Predator paródia. Erre még gyúrnak kell. Szóval igen, visszatett, hogy arra gondolom, nagyon figyeltek a balanszra, hogy akkor ez megmaradjon. Igen. Mit kell tudni a diétádról, azon kívül, hogy a cukorra figyeltél? Azért nálad hát fontos erre figyelni. Mindenképpen próbálok ugye teljesen egészségesen étkezni. Ugye, mivel kollégista vagyok, ezért sokszor így elég nehéz ezt megoldani, mivel nincs konyha. Szóval van, hogy így vasárnap megcsinálom magamnak ugye az egész heti kajámat, és akkor azt úgy eszem, szóval ilyen csirke, rizs, párolt zöldség, zapkása, saláta, ilyen abonettek reggelire például, sonkával, figyeled a menüt? Hallgatod? Hallgatom. Oké, remélem, hogy eltárolódik. A folyik a nyál a számból lassan, igen. Meg ugye nagyon sok víz, néha azért iszok tát is, cukor nélkül, meg kávét cukor nélkül. Mm. Szóval ilyenek. Igen, azért koleszosként ez nagyon nagy kihívás. Tehát akinek ez a szó elhangzik, hogy kolesz, ő nagyjából tudja, hogy ez a, nem a diétával egyelő. És az egészséges életmód együtt, tudod? Szóval, hogy benézek a hűtőbe, milyen tételek vannak? Mindegy, jó lesz, egybe rakjuk, aztán majd lesz a végén belőle valami, de akkor neked erre masszívan oda kell figyelned. De nincs olyan, hogy akkor ilyen kis kirohanások, meg kolesz kaja. Hát nincs, meg alapból a koleszban nincs is kaja, szóval ott az van, amit viszünk. Aztán így próbálunk így, azért egy csomóan próbálnak amúgy rendesen enni ott is, hát kisebb-nagyobb sikerekkel. Te komáromi vagy alapvetően, ugye? Igen. És hol vagy te koleszos? Tatán, aha. Ja, hát akkor nem is egy nagy távolságról van szó. Jó, egy kicsit rápihenünk, zenélünk, és akkor innen folytatjuk mindjárt, szóval kíváncsiak vagyunk egyébként majd a koperi élmény beszámolóra is, hogy ott mi zajlott, meg hogyan zajlott, és akkor mindjárt Évit is meg fogjuk szólítani, mert hogy itt van velünk Barátvági Éva is, ugye, aki felkészítették a versenyre. Ma reggel tehát a fitness testépítés, ez kerül a fókuszba, és akkor itt van velünk Désvári Lili. Désvári Lili pedig itt a stúdióban velünk, mégpedig egy fantasztikus siker után, ugye Koper volt a helyszín, és testépítő verseny, ugye több kategóriában is voltál, több kategóriában is indultál, Lili, ezen a világkupán ezüstéremmel tértél haza. De egy picit akkor mesélj nekünk arról, hogy mégis milyen hangulat volt, azt már mondtad, hogy nagyon-nagyon jól érezted magad, de mi volt az elsősorban, ami ennyire mondjuk megragadott ott a verseny atmoszférájában? Szerintem nagyon jó volt a hangulat, kedvesek voltak a versenyzők, szóval tényleg így bárhova mentem, mindenki így mosolygott. Nyilván nagyon izgultam, nagyon ideges voltam, stresszeltem eléggé, mert ugye ez volt életem első versenye, viszont így a végére már teljesen komfortosan éreztem magam a színpadon is, azért így próbáltam a legjobbat nyújtani, meg tényleg úgy mentem oda, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, és hogy ne izguljam túl. Azért sok mindenre oda kell figyelni egy ilyen versenyen, oké, hogy szépen kidolgozott testalkattal kell oda föllépni, ami az előző hónapok, évek eredménye ott fönt. Na de amikor már fölkerülsz, ott akkor nem tudom, hogy mozogsz, hogyan jelensz meg, tehát mennyi részletre kell figyelni, hogy ott akkor tényleg jól nézzél ki a színpadon. Hát, tetőtől talpig kb. Mindenre, szóval nem mindegy, hogy a kezemet hogy tartom, vagy rendesen, például, hogyha oldalt állok, akkor jól beforduljak, akkor hogy mennyire hajlítom be a lábam, meg ugye versenycipőbe kell lenni, ami azért eléggé kisebesítette így a lábamat, szóval... Ez mennyiben másabb egyébként, miről szól egy versenycipő? Mi van a lábadon ilyenkor? Hát üvegtalpa van, és ilyen, nem is tudom, hogy ilyen szilikon talán így a teteje, vagy ilyen műanyagból van, ami így, hát eléggé kényelmetlen, de kibírható, szóval teljesen kibírható erre a pár percre, amíg felmegyünk a színpadra, de eléggé nehéz amúgy pózolni szerintem, meg tényleg nem sok időm volt így a pózolást így begyakorolni, de azóta járok pózórára, és egyre jobb lesz. Pózóra! Ha ez szerepelt volna a középiskolai óra rendemben. Bár páran gyakorolták egyébként. Na, mit kaptál? A cipő, itt közben Év mutatja nekem ezt a cipőt. Hát én nem tudom, hogyha
a mesében is ilyen cipőre keresték volna, akkor az úgy, nézzük, ez tényleg azért nem tűnik annyira kényelmesnek, szóval, hogy... De a mesében nincsenek is annyira kipattintva. Az is igaz. Tudjuk, Lili teszi. De egy ilyen versenyen tényleg arról szól, hogy a testet felépítése hogy néz ki, milyen izmokkal rendelkezel, annyira szépen kidolgozott izmokkal rendelkezel. Tehát, hogy azért fontosak ezek a pózok, nem, hogy mindegyik mozdulatnál előjöjjenek azok, igen, az izomrostocskák. És akkor nem csak arra kell figyelni, hogy ezekre külön edzél, hanem hogy ezeket hogy tud bemutatni. Igen, meg ugye pluszban mosolyogni kell állandóan. Szóval így alapból egy csomó embernek úgy tűnhet, hogy ez milyen egyszerű, hogy oda így felmegyünk, és akkor így beállunk, és mosolyogunk, de nem, amúgy abszolút szerintem nagyon nehéz. Mm. Szóval... Akkor gyakoroljátok egyébként ezt évivel, hogy akkor hogyan mutasd igen, be? Igen, bele is gyakoroltam. Uh-huh. Igen, meg most járok Győrbe is pózórára, és ott is ugye így külön ezt de ne haragudj, hogy fel kell dolgozzuk még ezt. Nekünk is kéne szerintem pózórára járni, nem? Új info volt, nekem nem kell, én már jó vagyok benne. Ja, igaz. Jó, csak az izomzatom nincs meg hozzá. Viszont várjál, mert hogy itt említetted, Lili, hogy magas modell kategóriában indultál? Igen, igen. Na, az nálunk ilőve. Az abszolút bukott ügy. Te szép magas lányka vagy, hány centi vagy? 172-173. Uh-huh. És akkor itt mi a lényeg egy ilyen magas modell kategóriában? Tehát ott is van egy limit, gondolom. Legyél magas. Azt hiszem 168 centitől számít valaki magasnak. Teljesen esélytelenek vagyunk rá. Teljesen esélytelenek. És ugye azon felül ugye lehet indulni, uh-huh. Ugye magasnak kell lenni hozzá. De jól bezsebelted, azért ezt jól behúztad. Tehát az első, jól értem, az első komoly megmérettetésed ebben a műfajban. Igen. És rögtön behúztál így egy gyönyörű második helyet, és akkor még várja, a Best Athlete díjat is elhoztad. Igen, igen. Tehát kettő díjról beszélünk. Meg egy harmadik helyet is szereztem a tini amatőr kategóriában. Piff. Hát azért azt mondom, hogy jöttem, láttam, bezsebeltem mindent. Ez szerintem kellően motiváló lehet tényleg. És akkor mondod ugye, hogy novemberben lesz még akkor megmérettetésed, jó? Jó, az évet nagyjából így fogod zárni, de akkor a következő évre is vannak már tervek? Persze, szeretnék következő évben is ugye indulni versenyeken. Azokra tényleg teljesen felkészülni, ugye edzésterén is. Így ez a terv. Hogy edzés. Vannak, nem tudom, ebben a kategóriában léteznek-e olyan emberek, akiket így követsz. Nyilván megismertél egy csomó embert, aki a testépítéssel foglalkozik, akár ezen a versenyen is nemzetközi szinten. De hogy van-e például egy példakép előtted, akire azt mondod, hogy hű, én majd egyszer hasonló módon szeretnék kinézni és eljutni ilyen eredményekig. Hát most így, hogy hát TikTokon szoktam látni egy csomó versenyzőt, ugye ők külföldiek, így most név szerint nem tudnék egyet sem mondani, uh-huh. De ők amúgy elég motiválóak, szóval így szoktam nézni az ő videóikat, ahogy edzenek, ahogyan fejlődnek, és ők tényleg tök nagy motivációt tudnak adni. Azt elhiszem. Na már érdemes volt akkor a TikTokot letölteni, látod? Van hasznos része is van, a TikToknak. Van. Úgy tűnik. Na, kicsit elszakmázunk még, az is érdekel minket, és akkor mindjárt a te edződet is ki fogjuk faggatni, mert ugye itt ül velünk Évi is, úgyhogy nem sokára vele folytatjuk a beszélgetést. És hát Lili, annyira örülünk, hogy el tudtál jönni ma reggel ide. Van elég jó kifogásod majd a suliba, hogy akkor fogd ránk, visszük a balhét, jó? És nagyon-nagyon sok sikert és lendületet, kitartást kívánunk neked. Köszönöm a egy versenyről beszéltünk, Koperben zajlott ugye ez a verseny, ahonnan nagyon-nagyon szép eredményekkel jött haza, Désvári Lili, tehát a 16 éves amatőr komáromi sportoló, vele beszélgettünk, és akkor mindjárt folytatjuk az ő felkészítőjével, akit úgy hívnak, hogy Barátvági Éva. Hét perccel vagyunk 8:30 után, és továbbra is ugye benne vagyunk a testépítő témában, mert hogy nagyon szép sikerekről számoltunk be ugye nemrég, konkrétan ugye Désvári Lili, ő maga mesélte el a koperi élményeket. Na és itt van az a hölgy, aki felkészítette őt, és hát ugye itt egész komoly csapatról beszélünk, mert ugye az IBFF Hungary alelnöke ül itt velünk, Barátvági Éva, neked is jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszöntök minden hallgatót. Otthonosan mozogsz már egyébként a testépítés világában, hiszen nagyon sokakat felkészítettetek már különböző versenyekre, de hát most akkor az újabb sikerek ugye Lili könyvelhette ezt. Te gondolom, te is nagyon büszke vagy a tanítványra. Így igaz, és nem csak mint IBFF Hungary versenyző, hanem mi egy iskolába jár. Tehát mind a ketten blátisok vagyunk. Na tessék, igen. Lifelong learning. Ugye itt a testépítésről már elkezdtünk beszélgetni Lilivel, hogy akkor mire kell odafigyelni, és hogy ilyen fiatalon is akkor egy nagyon-nagyon komoly menetrendet kialakítani, hétköznapi rutint is kialakítani. Mikor érdemes, van esetleg ennek ilyen alsó korhatára, vagy nem tudom, hogy fiatal korban, például ugye tini kategóriában,
mikor kell elkezdeni, hogyan kell elkezdeni a testépítéssel foglalkozni? Tehát azért a fejlődés folyamatába nem szabad csak úgy beavatkozni. Tehát az alsó korhatár, ami természetesen van 15 éves kor, és az fölött indulhatnak, mint versenyzők. Nem véletlenül a kategória neve is, mint a hölgyeknél a tini modell kategória. Itt elsődlegesen a színpadi rutint tanulják meg a versenyzők, modellkednek, mint a kategória neve is takarja, illetve a srácok sem maradnak ki, ott viszont junior kategória létezik. Itt is nem azt mondom, mert a srácoknál azért ott már egy kicsit izmosabb a kategória, de tehát elsődlegesen, mint a Lilinél, tehát a tini modell kategóriáról, illetve a junior kategóriáról beszélünk, amik az ő saját koruknak az adottságait is figyelembe veszik. Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen ebben a sportágban? Mert én azt gondolom, hogy ez sokkal többről szól, mármint hogyha valaki is tényleg sikeres akar lenni benne, mint az, hogy egyébként pusztán izmos vagyok és kész. Természetesen ez egy elég komplex és összetett dolog. Nagyon-nagyon sok feladata van egy versenyzőnek. Mind a felkészülés alatt, mind pedig a színpadon. Tehát Lili itt a bizonyítéka, hogy nagyon összeszedetten készült a versenyére. Nagyon-nagyon ott kell lenni fejben is. Ez egy nagyon hétköznapi kimondott mondat, de attól függetlenül koncentrálni, hogy tudja hozni azt a formát, a hét folyamán is föl tudjon készülni teljesen, hosszan készülnek. Tehát nem csak testileg, hanem lelkileg is fel kell, hogy készüljenek. Ez egy életmód, nem? Igen. Tulajdonképpen, igen. Abszolút. Pont teljesen. Akartam mondani, hogy ott kell legyél, tehát hogy mentális segítséget is kell nyújts ugye ezeknek a versenyzőknek. Nem is kell feltétlenül a versenyzőről beszélni, tehát ha valakinek van egy ilyen elhatározása, hogy már pedig én kihozok magamból, amit csak lehet, akkor oda biztos, hogy kell valaki, egy külső ember, aki ehhez ért, aki ott van, aki akkor is ott van, amikor azt mondod, hogy már pedig azt nagyon vad süteményt meg fogom edni, de nem feltétlenül. Akkor jön valaki, aki le tud róla beszélni, mert meg tud győzni, hogy ennek csúfos következménye lehet. Nem tudom, Lilinél például mennyire kellett így beavatkozni, mert tényleg nagyon elhatározott, nagyon, nagyon komoly motivációval rendelkező lánykának tűnik ő. Én inkább azt gondolom, hogy én mint mentor veszek részt ebben. Hozzá kell tenni, hogy nagyon rátermett szülei vannak, és nagyon nagy szerepet vállalnak abban, hogy Lili a színpadra léphetett. Ez mellett persze természetesen Lili sikere, de azt gondolom, hogy a családé is. Ez mellett kellenek edzők, felkészítők, mint a pózolásnál is. Mennyiben más a fiúkkal foglalkozni, meg a lányokkal? Hogy őket felkészítésben gondolom más az íve azért ennek. Ég és föld. Ég és föld, ugye? És föld. Lelkileg is? Igen. Azért egy férfinál sokkal nehezebb tömeget növelni, mert ugye ő náluk általánosságban a tömegnövelés, az izomnövelés, és ők mindig-mindig nagyobbak szeretnének lenni, a hölgyeknek meg egy más formát kell hozni. Igen, a nőknél alapvetően nehezebb is talán az izomzat kiépítése, genetikailag nehezebb egy kicsit. Genetikailag is, igen, illetve tehát mindenkinek megvan a saját elképzelése, hogy mit szeretne, melyik kategóriába szeretne beleérni. Annak megfelelő maga a felkészítési folyamat is, ugye, mert nem igen. Mindegy, hogy melyik kategóriáról beszélünk. Nem kapjátok ti mind a mai napig azt, bár egyre nyitottabb a világ, hogy ez nem egy női sport, egy nő ne legyen izmos, based on true story, tehát hogy megtörtént események alapján mondom ezt de most neked. Nem. Tehát, de vannak azért olyan hölgyek, akiknek ez nem jelent semmit. Hála és Istennek. Igenis a saját kitűző céluk érdekében dolgoznak. Minden nap az edzőterembe főzik, minden nap. Étrendjüknek. Viszik a koleszba szépen, ha kell. Viszik a koleszba, így van. Milyen megítélésnek örvend egyébként jelenleg ez a sport? Mert azt látom, hogy itt a környéken is egyre több, és nagyon komoly rendezvény születik, és ad otthont Tatabánya városa is például. Bábolnait, már... ugye? Igen, mi Bábolnára hozzuk az idén az IBFF Hungary által megrendezett Predator klasszikot. Ez egy hazai, illetve nemzetközi testépítő és fitness verseny lesz egy élő predátorunk. De attól függetlenül, tehát az országnak szinte nem tudok olyan részét mondani, ahol ne rendeztünk volna, vagy egy társszövetség ne rendezett volna már versenyt.
Na meg azért vannak olyan hírek a nagy világmédiában is, tényleg egy-két olyan karakter, aki aztán nagyon komoly ívet befut, és nem feltétlenül csak a testépítésben, hanem utána is benne marad, nyilván itt akár színészekre is lehet utalni. Tehát azért van motivációja, gondolom a fiataloknak, meg érzik is, hogy ennek azért jó következménye lehet, hogyha odafigyelsz. Hogyha mondjuk nem tolott túl. Látom, hogy élményből van bőven, mert hogy a telefonodban biztos, hogy rengeteg fénykép van, mert látom, hogy keresel elő mindig igen, újból igen, most kerestem hirtelen. Tehát itt megemlítenénk, hogy ahogy így említetted a színészeket, Nyutali Norbi is lépett már nálunk színpadra, és ő is, mint színész dolgozik jelenleg. Na tessék. Rá lehet keresni. Jó, meg fogjuk tenni. Hogyan fog kinézni, most nagyjából hallottunk ugye Lilitől egy kis ízelítőt, hogy még az év vége hogyan fognátok kinézni, mondod, hogy nálad azért még sűrű a menetrend, mert hogy te foglalkozol másokkal, és azért neked is lesz még mi olyan vers. Megyünk a hétvégén Kóperba, mi egy szerdai indulással van, amelyik versenyző csütörtökön repül. Olaszországba megyünk Tarantóba, ott Mr. és Miss Universe versenyünk lesz, ott én mint bíró leszek jelenleg, a férjem szintén bíróként, mint nemzetközi bírók dolgozunk a szövetségben. Utána november 5 a Predator, és utána még van egy meghívásunk Temesvárra, a Szabadságkupára. Mit mondhatunk, hogy a magyarok jók ebben a műsorban? Nagyon jók. Nagyon jók. Nagyon-nagyon sok kiváló, tehetséges, akár testépítő, akár fitness versenyzőnk van. Tehát büszkék lehetünk a magyar teljesítményre, testépítésre. A magyarokra, igen. Jó, nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy akkor Lilinek is, hogy fog ez folytatódni. Biztos, hogy nyomon követjük, mert hogy ilyen szép sikerek láttának, gondolom, hogy akkor megjött a kedv. Meg milyen vele dolgozni, egyébként még annyit árulj el, pletykálj nyugodtan itt, nem a háta mögött, hanem Lili itt nem előtte. A nyafogós. Lili egy rátermet. És akaratos? De akarni de ügyes, kell. De érettem a koránál, nem? Tehát gondolkodásban. Most nagyon nekünk jól úgy, gondolkodik, ugye? Igen, és ügyes. Jó, klassz. Nagyon örülünk nektek, ez egy közös munka, és annak a sikere, úgyhogy tényleg neked is gratulálunk, és örülünk, hogy jöttél ma. Köszönjük szépen. Ugye barát Vági Évával beszélgettünk, az IBFF Hungary alelnökével, aki egyúttal ugye felkészítője is volt Lilinek, Désvári Lilinek, akivel arról beszélgettünk, hogy Koperben milyen szép eredményeket hozott haza. Úgyhogy csak így tovább, hajrá mindkettőtöknek! Forrás Rádió. Mindig veled!